Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz az ő gondolataiban. Ő sokat gondol rád. Itt melletted ez a medve jelentheti azt, hogy te adsz erőt számára, vagy ő segít neki. Persze ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy van valaki a környezetedben, aki befolyásol téged, parancsolgat neked, vagy azt is jelentheti a kép, hogy te egy erős személyiség vagy, és emiatt ő csodál téged. A második kérdés, hogyan érzi magát? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a szerencse, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Azon kívül megvan nála ez a bizalom, hogy minden jóra fordul, hiszen minden úgy lesz, ahogy ez a csillag képekben meg van írva. De megjelennek itt a közelben az egerek, és ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ennek ellenére, hogy megvan a bizalom, mégis fél attól, hogy elveszít téged, hiszen az egerek szimbolikusan téged is el tudnak távolítani. És ez megjelenik az érzelmeiben, tehát itt vannak azért nála félelmek. Akkor is, ha nem mutatja ki, mert kifele úgy tesz, mint ez a medve, hogy ő erős, megvan a hite, megvan az élet ereje. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat. A kígyónak van gyógyító ereje is. Ha te beteg voltál, vagy valaki a családban, vagy nála, itt most megvan a gyógyító erő, hiszen itt látható a szerencse, javul a helyzet. Amit a kígyó még jelenthet, hogy mellékutakon közeledik hozzád. Ez eltarthat április hónapig, amíg ő kimondja azt konkrétan, hogy mit tervez. A kígyó az lehet egy hölgy is, például a te környezetedben, de jó indulatú, jó szándékú, hiszen itt van a szerencse, egy jó kapcsolat. És most megnézzük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt a füstölő látható, ahogy nálam is, ez segít abban, hogy tisztuljon valami a környezetetekben. Ez lehet egy szertartás is. Például, ha ez a kígyó itt szertartást tart, ez segíthet abban, hogy valami kitisztuljon a környezetedben. Vagy te készíted ezt a szertartást, és ezek a megújulások, a változások, a szerencse, az erő, és itt újra a szerencse látható. Lehet, hogy vannak nála félelmek, hogy elveszít téged, és kell, hogy te erősítsd őt. Hogy meglegyen újra a bizalom, hiszen megjelensz a gondolataiban, és sokat gondol rád, fél attól, hogy eltávolodsz tőle. Lehet, hogy arra is gondol, hogy esetleg ez a hölgy, egy barátnő, vagy valaki a családból befolyásol téged.
vagy bízik abban, hogy jó irányba terel téged, és újra lesz kapcsolat kettőtök között. Hogy látod a helyzetet? Írd le, kérlek, a kommentárba. Ennek nagyon örülnék. Persze, a like-nak is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!